sajnos a tavalyi esztendőben e, eddig nem tapasztalt óriási mértékű a küzdött megyénk. Jelentős mértékű, közel 300 mm-nyi csapadék hiányzott tavaly a földekből Békés megyében. Ez nagy mértékű termés kiesést jelentett. A nyári betagarítási időszakban az őszi kalászosok 3-3,5 tonna körül termettek. Ez azt jelenti, hogy ezekből a növényekből kevesebb, mint 50 termett az átlagos évekhez képest. A nyári betakarítás után csak fokozódott az aszály, a meleg, a magas uv sugárzás, valamint a hiányzó csapadék, a napraforgó és a kukorica termesztésére rátette a pecsétet. Kozsuk kiemelte, a Békés megyében található 90 ezer hektár kukoricából 55 ezer hektárt kellett lezúzni, silúzni, szemtermés nélkül. Ez mind azt jelentette, hogy a gazdatásoknak hektáronként ez csak mínusz termet. A napraforgó egy picit azért jobban vészelt át ezt az időszakot, sajnos itt is voltak olyan fajták, amik már a csillagbimbóból nem bírtak kinyílni tovább. Azok a tányérok ugye sajnos életképtelenül folytatták tovább a termési időszakot, de még mindig a napraforgó termés átlaga egy picit jobban realizálódott, ez is durván egy tonna körüli termés egy picit jelentősebb bevételt hozott a többitől, de még mindig a kukoricát és a napraforgót is mínuszos hektáronkénti bevétellel tudták realizálni a gazdatársak. Kozsuk Kornél kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara segítette a gazdatársak tagok mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerbe történő bejelentését. A nyári időszakban igyekeztek minél hamarabb bejelenteni azokat a kukoricatáblákat, melyek lesílózhatóak voltak, hogy később felhasználhassák tömegtakarmánynak. Ezt követően a napra forgó bejelentése következett. 2023-tól új terület alapú támogatások igénylésére lesz lehetőségük a gazdálkodóknak. Az új, közös agrárpolitikai reform szerint 2027-ig fognak e szerint támogatásokat igényelni már készülnek gazdatájékoztatókkal, ahol hasznos információkat szeretnének átadni az érintetteknek. Nagyon nagy mértékben támogatás kapható majd a gazdaság átadási folyamatoknál. Az átvevő és az átadó is támogatásba fog részesülni, hogyha ráadásul fiatal gazda az átvevő, akkor itt még jelentősebb támogatásról beszélhetünk majd. Sőt, ő a terület alapú támogatásnál is plusz forrást fog kapni és így sokkal könnyebb lesz a fiataloknak elindulni, könnyebb lesz átadni a gazdaságokat, még egy darabig együtt gazdálkodhatnak, szintén az idősebb az átadó és a fiatalabb az átvevő, így ez is egy kicsit segíti még a tapasztalatoknak az átadását is, és ezzel egy szerződésben sokkal könnyebben át tudják majd adni a gazdaságaikat egymásnak. Kozsuk Kornél elmondta, idén januárban jelentősebb csapadék érkezett a földekre, ez tölti a talaj vízkészletét, melynek örülnek. A földeken hóra is szükség lenne, ez megvédeni az őszibetéseket a fagytól.